Kezdve csokolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Hol bujkál Orbán Viktor, amikor két pedofil simogató fideszes politikus is belebukik a pedofil botrányba? Hogy lehet az, hogy lemond a köztársasági elnök és egy volt miniszter, a miniszterelnök mégsem szólal meg négy nap után sem? Hol bujkál Orbán Viktor, amikor a gyermekvédelmi szolgálat bizonyítékokat tüntet el az Orbán család érintettségéről a pedofil botrányban? Hogy lehet az, hogy egymás után törlik a híreket a gyermekvédelem hollapjáról, amelyekben a miniszterelnök öccse együtt parolázik a pedofil segítővel, a miniszterelnök pedig mégsem szólal meg? Hol Orbán Viktor, amikor kiderül, hogy a köztársasági elnöke találkozhatott a szabadon engedett pedofil segítő feleségével? Hogy lehet az, hogy a fideszes pedofil hálózatnak a legmagasabb szinten vannak összeköttetései a kormányjal, a miniszterelnök pedig mégsem szólal meg? Hol Orbán Viktor, amikor egy pedofil segítő a kormánya miatt van most ezekben a percekben is szabadlábon? Hogy lehet az, hogy egy szexuálisan bántalmazott gyerekeket hallgatásra kényszerítő bűnöző köztünk járkál az utcán, a miniszterelnök mégsem szólal meg? Hol bujkál Orbán Viktor, amikor volt miniszterének exférje áll ki a kormány korrupciós ügyeiről, és arról, hogy az igazi felelősök nők szoknyái mögé bújnak? Hol bujkál Orbán Viktor, mi, miután kiderült, hogy a Fideszes pedofiloknak minden szabad, mert Fideszesek? Még egyszer kérdezzük, tehát. Hol bujkál, Orbán Viktor?